Mi magyarok szeretjük azt gondolni, hogy igazi sportnemzet vagyunk, az olimpiai aranyérmeink száma ezt mindenképpen alátámasztja, de vajon sportolóink felismerése is ezt alátámasztja-e? Ennek jártunk utána a mai napon, lássuk nem reprezentatív felmérésünk eredményét. Akiket pedig fel kellett ismerni. Mihelis Norbert, Európa Kupa és négyszeres világbajnoki futamgyőztes túraautó versenyző. Hosszú Katinka, háromszoros nagypályás világbajnok úszó. Vas János, Divízió 1-es világbajnok jégkorongozó. Drávuc Rita, világ és Európa bajnok vízilabdázó. Gyurcsó Ádám, kétszeres magyar bajnok válogatott labdarúgó. Szucsánszki Zita, kétszeres kekgyőztes magyar bajnok kézilabdázó. Előre szólunk, nem mindenki vágta rá egyből a helyes választ, ha máshogy nem ment, apró jelekből próbáltak következtetni. Ő ismerős, meg ő is nagyon ismerős. Rájuk az őt is egy modellnek nézem. Ő modell? Vagy ezzel foglalkozhat talán. Ő viszont tuti sportoló. Egy tornateremben van, úgyhogy... Mit is tornál? Jó, én ezekben nem gondoltam benne. Foci. Miért? Focistáknál divat az a haj, vagy hogy van egy ilyen jellegzetes külső jegy. Ő pont olyan haja, mint egy focistának. Itt egy mennyei játékost fedezek fel. Versenyzőink azért nem tapogatóztak teljesen sötétben. Volt amire, jobban mondva, akire egyből jött a helyes válasz. Valami Katinka? Milyen Katinka? Nem. Hosszú Katinka. Hosszú Katinka. Ő a Hosszú Katinka. Hosszú Katinka. Az egyik. Szerintem ő a Drávuc Rita. Ő az úszó lány, akinek amerikai férje van, aki az edzője, de nem ugrik be a neve. Vasjankó. Az is kiderült, hogy nem csak felismerik, ismerik is a sportolókat. Ha autóversenyző, akkor Mihelis Norbert. A Hondával versenyez méghozzá a Zengő Motorsport csapat színeiben, ha nem tévedek. 10 éve válogatott, és ő egy darabig csapatkapitány helyettes volt a Stieber Mercedes mellett, mögött. Értesen, hosszú Katinka, az Aeroleague oda is van írva. Világ és Európa bajnok úszó. A Slavia szeretne hosszabbítani vele, de kiestek a cseh extraligából, úgyhogy ő maradna az extraligában, de extraliga 2-ben pedig nem szeretne játszani. És Videótonban játszik. A többiek nem játszanak a mennyei bajnokságban. Ez, hogy a fradista ez a kézlabdázó lány, ez feltűnő, mert kibígyen a zöld itt a galériánál, bár lehetne Győri is ettől függetlenül. Az látszik, hogy sportolóink eredményei szerencsére eléggé ismertek. A legnagyobb segítség persze a természetes környezet lett volna. Hosszú Katinkát is mondanám, de egyikük sem ő. Azt gondolom. Ő Hosszú Katinka. Nagyon fura ez a kiengedett haj, mert ugye amikor úszik, akkor csak összefogott haja. Ő lenne Szucsánszki Zita. Tényleg egyébként. Csak így ez Fradi mezbe ismerem meg, így nem. Szóval nem csak a címert, az arcot is érdemes nézni.